Király Péter, és az eredetén kémia szakos tanuló vagyok. Hol jár? Kémia szakra, Elde. Elde jár, 3 éves. Most első éves. Engem is a 20-ról 21-ére virradó éjszaka kaptak el. Egész eset úgy történt, hogy 20-án testvéreméknél tartózkodtam, ő a Dob utca 71 szám alatt albérletben lakik. Én kollégiumban, és úgy gyakran szoktam eljárni hozzájuk. Többek között barátok is laknak. És este felé hallottuk híreket, megint tüntetések vannak. És kíváncsiságból mi is elindultunk az Oktagon felé. Ott nézelődtünk, kiáltozó tömeget láttunk, de kődobálás. Nagyon rosszul lehette. Ezzel éjfél körül indultunk el, és idő után rendőri sorfal megerőgelte ezt a kiáltozást. Parkasemet néztek? Tehát ott egy rendőri sorfal és egy tömeg, amelyik ott azt a karol. Terrorháza környékén volt egy rendőri sorfal, és azok álltak ott az a sorfal, és velük szemben állt egy tömeg? Vagy hogy volt? Azt pontosan nem tudom, hogy hány méter volt a két csoport között. De egymással szemben álltak a rendőrök és az emberek, és vele egy kaskandáltak, hogy úgy sem takarod meg. Igen? Kődobálás nem volt, semmiféle agressziót nem tapasztaltam, és így után rendőrök elkezdtek könyvgázgránátokat lövöldözni, és próbálták a tömeget feloszlatni, ezután testvéremmel és egy baráttal. Volt előzetes figyelmeztetés? Hát mondták, hogy nem értem, hogy szóljon. Semmiféle figyelmeztetés nem volt. Ezután tömeg a nagy körúton bosszolt fel. Mi is tartottunk a Dob utca felé. Meg is érkeztünk oda. És a Hársfa utca és a Dob utca sarkán emberek integettek, és kíváncsiságból én elmentem a sarokra, és megláttam egy 20-30 fős rendőrcsoport rohan, és akkor megijedve mi is elszaladtunk be a kapuajba, és fel a lépcsőkön, itt láttam, hogy rendőri csapat az ott a kereszteződésben szétvált. Többek között egy 10-15 felénk is tartott. A kapu az magától becsukódott, és azt két másodperc alatt berúgták, rohantak utánunk. Egy srác, aki Népszínház utcába tartott hazafelé, kis utcákon akart menni, ő betévedt szintén a kapuajba, és őt fogták el először. Akkor én megálltam, hátra nézek, hogy mi történt velem reflexzerűen, és tovább szaladtam, akkor már késő volt, mert engem is utolért az egyik. Bent a házban a lépcsőházban. Igen, az első és az első emelet és a földszint között. Utána földre kerültem, elkezdték ütni a fejemet. Többször rángattak. Bújgottál, vagy ököllel, vagy mivel ötök a fejlődik? Azt nem tudom megmondani, mert végig a lépcsőházban, meg az utcában is földre volt szegezve a tekintetem. Ütéseket éreztem, kivittek a kapuájhoz, ott földre kerültem, és ott éreztem, hogy ütés éri a számot. Azt nem tudom, hogy rugás volt-e, vagy gumibot, mert a követem kivert a fogam. Egy videó, nem az eset látszik, hogy
előkerült egy videó az Indexről, hogy Lancsa Gábor a másik srác, akit... Én a darabtértem, akkor Gábor van a srác. Tehát a videón annyi látszik, hogy, hogy a srácnak a fejét ütik egy reklámtáblába a kapuban, és hogy amikor engem hoznak ki, akkor fejbe vernek. Dobutca. 71-ben volt ez, és 69-ben is előrángattak 5-6 fiút. És tehát ez már az Dobutca 71 volt, ahol az albérlete van a testvérének? Honnan rángatták elő, és ott bántalmazták? Igen. Tehát az egész jelenet a Dobutca 71-ben zajlott, ahova 64-ben. A Dobutca 69-ben szintén jött hat srácot elő, rángattak, ők is, nekik is hasonló volt a történet, hogy jöttek haza. Rabszállítóba vittek minket, elvittek minket a 10. kerületi Harmat utcai rendőrkapitányságra. Ott egy fáróterembe vittek minket előtérbe. Vittek minket föl sorban az emeletre. Volt fényképkészítés, villanyomatvétel. Kártyalábosítási professzus. Igen. A többiektől hallottam ilyet, hogy mikor jöttek a rendőrök visszafelé, volt az előtérbe. Megvertek több embert is, egy bordáját töltött be. Ugye nincs kapcsolata véletlenül, akik eltötték a bordáját? Elérték valahol? De ön saját szemével nem látta, hogy ott verték az embereket a rendőrség folyosóban. Éppen akkor felemben az emeletre. Számítmokszak befelé jönnek az emberek. Igen. Fogdába kerültünk, délig, utána itt az orvos, végignézett mindenkit. Volt egy 14 éves srác. Jó volt, hogy ezt kell másfél-két napig tartották benne a 14 kerületben. Volt egy srác, akinek a lelkapcsa volt eltörve, ővel együtt. Elvittek minket orvoshoz, 10. kerületbe. Talán szombati napon volt a tárgyalás az előzetesről. Mindenki megkapta 30 napot. Ki volt a bíró? Tudjuk? Van egy határozata? Esetleg a területekesről? Otthon megvált, de nincs itt. A határozat után vittek át minket a Markó utcába. Ott szintén térdelés, körülbelül 20 percig az udvaron. Bevittek minket folyosóra, és elkezdődött a befogadás menete. Szintén a levetkőzés volt a befogadásnál. Ez egy guggolás az önöknél is volt. Kérdezték, hogy balhészünk-e. Válaszoltam, hogy nem, és akkor kaptam az ütést, mellkassan őkörrel. Fegyőröktől? Egy őr végezte a motozást egy szobában, őtől azt. És nem föl lehetett öltözni, és akkor még kaptam egy 3-4 ütést. Gumibot elütött önnel? Ökörrel. Mindenki töké. A felöltözés után is. Hány napot ült összesen? A Vennyige utcában 10-11. Markóból a Vennyigébe vitték? Vennyigében. Tehát Harmat utcán Markó Vennyige? Igen. És másodfokon megszüntették, tehát a másodfokú tárgyalással, tehát a másodfokú határozattal engedték el, ugye? Annyi van. Tehát Harmat utca Markó Vennyige. Van még valami, amit fontosnak? A Vennyige utcában bevittek minket.
és mindenkit az alaksorbot külön terembe helyeztek, mivel vintársak nem ülhettek egy terembe, úgymond vintársak, és utána én álltam be utoljára a sorba, előtte bekísértik egy terembe, egy fürdőszobába, körbeálltak négyen, és így elkezdtek ütni, térdelni kellett, igen, térdelni kellett, könyörögni az életemért. Mondtál, hogy könyörög az életedért? Milyen az kapcsolat? Könyörög az életedért. Aztán átvezettek egy másik terembe, ott szintén még töltek egy keveset. Aztán én is beállítottam a sorba, aztán megosztottak mindenkit az árkákban. Bejelentette őket? A börtönőröket nem, mert ütésnyomat nem látszott. Volt utána rá egy napra, hétfőn, orvosi vizsgálat. Harcotra nem nagyon emlékszek. Úgy éreztem, hogy nem, nincs értelme feljelenteni őket. Rendőrök jelentettem feljelentést. Kap valami segítséget ahhoz, hogy ezt az egészet kiheverje? Igen. Barátoktól vagy szakemberhez is? Nem, barát. Köszönjük szépen.